Sziasztok! Én Szente Krisztián vagyok. Online filmekkel foglalkozom, és imádom a kütyüket. Van egy csomó kütyüm. Jelen pillanatban bemutatnám a Beat! Igazi bluetoothos, hordozható hangszóró a maga súlyával. Hiszen a súly a megbízhatóság jele. Vagy ahogy a Jurassic Parkban mondták, ha nehéz, akkor drága. Ez a cucc nem drága, ellenben megvan a súlya. Akusztikailag ez azért fontos, mert maga a négy darab membrán nem igazán tudja megmozgatni a jó nehéz műanyag testet. Tényleg olyan, mint egy pill. Nincs feltöltve. Ezáltal a mélyek maradnak, a magasak szépen csillognak, és nem lesz kopácsoló középfrekvencia. Minden bizonnyal a legsúlyosabb szolgáltatása ennek a cuccnak ez. Ez a kis ikon. Franco mutatja, hogy mennyire van feltöltve a cucc. Wow! Lehet hozzávenni, ez kiegészítő, ezt nem adják mellé, egy ilyen kis mágneses fejű aranyos tartókát. Wow! Amibe téve érdekes módon a frekvencia menete kevésbé változik. De az biztos, hogy ha én itthon használnám, akkor egy jó rezonátor felületre tenném. Ha berezonáltatja mondjuk a könyvespolcot, már is sokkal élvezhetőbb basszusok jelennek meg. Persze azt már mondanom sem kell, hogy ez egy kihangosító is egyben. Itt van a kis lik, amiben lehet beszélni. A helyzet pikantériája a következő. Simán lehet használni kézi beszélőnek. Hello? Való igaz, hogy velem volt. Metrón, buszon, villamoson. És az is igaz, hogy ott azért én hallgattam, hiszen ma pont nem volt velem fülhallgató. De az is igaz, hogy ez eléggé zavarja az embereket, szóval ez házi buli kellék, vagy otthoni kiegészítő, vagy irodai jambox. Iszonyatosan durva szolgáltatásokra képes ez a kis fénykard. Például, ha csak a portokat nézzük, van ugye rajta nyilván töltés. Viszont van rajta line bemenet. Hiszen vannak emberek, akik nem telefont szeretnének ezzel hallgatni, hanem mondjuk laptophoz kiegészítő hangszoróként használni. Na de a szemfülesek észrevették, hogy mellette van egy out. Vagyis egy kimenet. Ez zseniális. Ez egyszerűen durva. Hogy gondolt erre Dr. Dre? Hát nem véletlenül doktor. Na jó, ez szar volt. Rá lehet kötni, a dobozán legalábbis ezt írták, a nagy hifire. Otthon, király, egy Bluetooth port. Tehát szerintem az eddig legkirályabb ötlet, és ezt aztán tényleg nem láttam máshol ilyen hordozható cuccokban. Az a töltő. Mármint, hogy nem ezt lehet feltölteni, hanem ez ad tápot egy másik eszköznek. Például a telefonodnak. Tehát ez egy powerbank is egyben. Na de most nézzük, mit tud hangban. Elindítjuk az űrrakétát. És most látom csak, hogy világít a Beats logó. Ez hihetetlen, sőt, szuszog. Oké, háromnegyedik bírtam én. 20 centi távolságból. Ez durva. Könyves polc teszt. Ha igazam van, akkor picit mélyülni fog a hangja. És akkor most adunk az élménynek a nagy hifivel. Jesus Christ! Na, oké, elmondom a turpisságot. Egyfelől, maga a kialakítása és a láthatóan jól fröccsentett és iszonyatosan tömött és nehéz doboz. Igazából középen csinál... Na, ezt megmutatom. Ez tetszik az emberi fülnek, viszont a hangosság érzetét épp hogy csökkenti. Ugyanis az emberi fül ebben a tartományban a legérzékenyebb. Emiatt történik az, hogyha a zene így szól, azt hangosabbnak hallod, mint hogyha alatta vagy fölötte szólna ugyanazon a hangerőn. Right? Right! Ennyi a turpisság, illetve az, ami most kiderült, hogyha rádugod a hifire, akkor bizony eléggé komolyan megcsapja a zaját, ami azt jelenti, hogy van benne valami EQ-zás, ami hát furcsa, mert nem tudom, szoktak ezekben lenni? Na mindegy, az a lényeg, hogy a Beats Pill igazán megéri az árát, és tök király cucc. Ennyi volt, srácok. Hallgassatok jó zenét, jó cuccon. Yeah, nigga.